Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a videó megjelenik április 24-én, és ezen a napon teli hold van. Erről készítettem külön egy videót. Teli hold az azt jelenti, ha a nap és a hold szemben áll egymással. Az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, a nap a kos jegyében van, az asvini holdházban, aminek van gyógyító ereje. Ezzel szemben a hold a mérleg jegyében van, a szváti holdházban, ami azt jelenti, hogy kell egy magabiztos fellépés, de figyeljünk oda a lelki dolgokra is. Az indiai számítás szerint Mars bolygó, ami utalhat a férfiakra, és Vénusz bolygó, ami utal ránk hölgyekre, mindkettő a halak jegyében van, ahol a víz eleméről, tehát érzelmekről van szó. Itt vannak álmok, vágyak, elképzelések, egy szép szerelmi energia. Ami még érdekes, hogy Merkur bolygó eddig visszafele haladt, ami kicsit fékezi az eseményeket, de jelentheti a múltat is, hogy vissza kell tekinteni a múltba. Ezen a napon, április 24-én megváltoztatja az irányt, és előre halad, előre mennek az események, minden gyorsabban történik, lesznek találkozások, tárgyalások, szerződések, beszélgetések. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolatai, az felül látható. Itt vannak tervek nála, hosszú távú tervek. De valami miatt bizonytalan, nem érzi jól magát, töpreng bizonyos dolgok felett. Ha én megnézem ott fent az első kártyát, a háttérben a hajó jelent számomra utazásokat, külföldi kapcsolatokat, a horgony pedig a biztonság érzetét, vagy munkahelyi dolgokat. Itt vannak bizonytalanságok. Valaki akadályozza őt. Sőt, ott bal oldalon látható egy hamis személy, valószínű, itt egy hölgyről van szó, aki figyelgeti őt. Vannak itt akadályok, nehézségek, problémák, és emiatt elveszíti a nyugalmát. Sőt, úgy érzi, hogy a hamis nő miatt elveszíti a talajt a lába alól. Ez lehet valaki a családból, ez lehet az ex-nője, az is lehet, hogy még egy pár kapcsolatban van, és ez a nő árt, vagy ártani akar neki, ezért nem tud most kilépni ebből a kapcsolatból, de ez a hamis nő lehet a munkahelyen is valaki, egy kolléganő vagy a főnök nője. De nem marad így a helyzet, hiszen bal oldalon, ahol az érzelmeiről van szó, látható ugyanez a hamis nő, és ő érzi, hogy itt van csalás, vagy hogy mennyire rossz indulatú ez a nő. És ott alul, bal oldalon látható a nagy szerencse. Az is lehet, hogy eddig nem vette észre ő azt, hogy a nő hamis, és most átlát a dolgokon, és ez hoz számodra, vagy számotokra szerencsét, hiszen akkor itt lesz egy döntés, lezárja ezt a kapcsolatot. Vagy átteszi magát ezeken a dolgokon, és lesz egy szerencsés fordulat. Mit fog tenni?
az jobb oldalon látható, átnyújtja számodra ezt az ajándékot. Megajándékoz téged. Sőt, az ajándék a rúnakártyán is megjelenik, ott alul bal oldalon. Ez a férfi átnyújtja ezt az arany kelyhet, ami egy ajándékot szimbolizál. Tehát hamarosan kapsz egy ajándékot, valószínű tőle kapod ezt meg. A jobb oldalon látható egy gazdag hölgy, ez lehet egy nyeremény, vagy utalhat a te belső értékeidre is, hogy jönni fog, megajándékoz téged, hiszen értékes vagy számára. Tehát utalhat a te fellépésedre, a te személyiségedre, de rajtad kívül jelenthet ez a gazdag hölgy valakit a környezetedben is, aki jó indulatú veled, aki segíteni fog neked. Mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán, amit a férjem készített, ez az úgynevezett rovás írás. A mai napon a B betűről van szó. Mit jelent ez a betű? Ez lehet egy név, lehet egy helység, lehet egy fogalom is. Ha eszedbe jut a B betűről valami, nyugodtan leírhatod a kommentárba, ennek nagyon örülnék. Ami nekem eszembe jut, például Balaton, vagy Budapest, vagy Barbara, vagy Beáta, vagy Béla, és egy fogalom, az számomra a bátorság jut most így eszembe. A régi írásmód középen van, ez egy kereszt tulajdonképpen, és jelent egy találkozást, amikor a sors utatok kereszteződik. És ott középen fogtok találkozni. Együtt döntetek majd, hogy onnan középről milyen irányba lépjetek. Itt fontos döntések lesznek. Előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, északra, vagy délre, nyugatra, vagy keletre. Vannak irányok. Vannak lehetőségek, és közösen fogtok dönteni. A német nyelvű területen szintén vannak ilyen régi írásmódok, ott rúnának nevezik, ami bal oldalon alul látható, ott fent az a kereszt, tulajdonképpen ugyanaz, mint a rovás írás. Itt ennél a rúnánál egy ajándékról van szó, hogy valaki közeledik hozzád, átnyújtja az ajándékot, ami a kártyáknál is megjelenik, hogy kapsz egy ajándékot. A napi energia az jobb oldalon látható. Az ablak nyitva van, utalhat nyitottságra. Jelenthet kapcsolatokat interneten keresztül. A hölgy ott áll a tükör előtt. Az élet tükröződik valamit, és bele kell nézni ebbe a tükörbe, vagy oda kell figyelni az internet kapcsolatokra, hogy ki mit tükröz jelenleg számunkra. Persze a tükör jelentheti szó szerint a tükröt is, hogy bele kellene nézni a tükörbe, hogy elégedettek vagyunk-e a külsőnkkel, igen vagy sem. Lehet, hogy kell a nyitottság, hogy valamit változtassunk a külsőnkön. Más ruhát kellene hordani, vagy el kellene menni fodrászhoz, amit ez a tükör még jelent, és én így magyaráznám el, ha úgy van, hogy belenézel a tükörbe, és elégedetlen vagy magaddal, akkor változtass a gondolataidon, változtass a hozzáállásodon magaddal szemben, légy büszke magadra, légy
elégedett, mert mások úgyis másképp látnak téged. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra a B betű, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!